Tisztelt megemlékezők! Vitéz nagybányai Horti Miklós kormányzó úr személye ma megosztó a nagy közönség számára. Egyet azonban biztos tudok. Az első és második bécsi döntést követően, amikor Fehér Lován a magyar hadsereg élén bevonult elcsatolt területeinkre, személye nem volt megosztó. Üdvrivalgás közepette örömkönnyek és virágok hullottak minden visszatérő magyar településen. Horti Miklós politikai döntéseiről szakértői vitáknak lehet helye, de a magyar királyság szolgálatában tett érdemei megkérdőjelezhetetlenek. Hűséges hazaszeretete vitathatatlan. Horti Miklós nemzeti hősünk. Ma már azonban kevés olyan fiatal van, aki Hortira példaként tekint. A második világháborút követően erőteljes nemzeti identitás pusztítás vette kezdetét hazánk ellenségei, köztük a kommunisták részéről. A hazaszeretetet, a nacionalizmust és a kormányzó úr személyét a háborúval, gyűlölettel és tömeggyilkosságokkal azonosítja jelenünk baloldali korszelleme. Így a liberális téveszmétől szenvedők is. Fontos tisztán látnunk, mi a hazugság, és mi az igazság. Tudnunk kell reálisan megítélni, mely döntései voltak hibásak, és melyek vitték előre a magyar királyság sorsát. Mindent mérlegre helyezve azonban, beszédemet nem zárhatom másként, éljen Horti Miklós, és éljen az ezer éves Magyarország.